Szeretettel köszöntök mindenkit a mai labirismertető előadásunkon. Gál Marianna vagyok, és erről a csodálatos dologról szeretnék most nektek beszélni. Ezt az idézetet választottam kezdetnek, hogy amikor a labirájc bármelyik kreációját használod, az olyan, mintha a jövő biológiai okos telefonját tartanád a kezedben. Mert ez a termék a különlegességét tekintve valóban egy jövőbe mutató, és tényleg olyan durranás, mint amikor az okostelefon bejött az életünkbe. Werner Heisenberg, fizikus, a kvantumfizika egyik megalapítója volt, és ő mondta a következő, ő tette a következő megállapítást: a természettudományok poharából az első korty ateistává tesz, de a pohár alján ott vár Isten. Ez az idézet tökéletesen fémjelzi a Lavilács termékeit. 2013. augusztusában a Lavilács elindult hódító útján. Fogalmunk sem volt akkor, amikor csatlakoztunk a rendszerhez, hogy hová, meddig fog ez majd eljutni, mi lesz belőle, és egyáltalán mi fordul ki ebből a fantasztikus dologból. Jakabovics Tibor volt a Lavilács kreációknak a megálmodója, megalkotója. Az ő fotóját láthatjuk itt. Az alapító egy reneszánsz ember gondolkodását tekintve, akit elbűvöl a világ sokszínűsége. A Lavilights termékeket, ahogy megalkotta, ő azt gondolta, hogy az egészség kozmetikáját alkotja meg, ezt adja át az embereknek. Egy álmodozó, jövőbe látó ember produktumai ezek a termékek. Álmok egy jobb világról, mentális és fizikai egészségről, arról, hogy egyszer szimbiózisban és békében élhetünk a természettel. Hisz az univerzum rendjében, hisz abban, hogy a termékei önmagukban is hordozzák a tudatosságot, illetve a természet rezgéseit. Az első 5 évben 3 millió feletti darabszámú terméket adtak el. Hát, hogy mi volt a sikertitka? A vásárlók valóban hatékonynak ítélték ezt a terméket, és rengeteg volt az újravásárlások száma. Szokatlanul magas volt, úgy általában a többi ilyen hálózati rendszerhez képest. És a kozmetikai iparban pedig egy egészen ritka jelenség jött ezáltal létre. Csak azok nem vásároltak újra, akiknek valóban megszűntek azok a panaszai, ami miatt ezt a terméket elkezdték használni. A cég mögött 6 éven keresztül, mióta fennáll, soha nem volt reklámhadjárat, mindig is a támogató közösség és a szájhagyományok, azok a tapasztalatok, amelyek megéltek az emberek, ezek éltették és vitték előre a termékeket az útjukon. Mára már elmondhatjuk, hogy az Unió valamennyi országában képviselettel rendelkezik a cég, illetve jelen vannak a termékek, de más kontinenseken is piacokat nyitott. Közel 10 000-es direkt értékesítő network épült fel a termék köré, mögé. Ez nagyon sok más termékkel ellentétben igen tartósnak bizonyult, mert folyamatosan nőtt. Nyilván ezt azért tudta elérni, mert egy olyan termékről van szó, ami bizonyít minden egyes embernek a használattal. A cég az folyamatos keresztüzés, támadásoknak a keresztüzében állt, folyamatosan élt meg hegyeket és hullámvölgyeket, tehát állandóan támadások voltak, amik ugyanolyan jellegűek, mint bármelyik más cégnél, tehát mi sem voltunk mentesek ettől, de a kreációknak a hatékonysága, tudása és a támogató hálózatnak az a hatalmas, stabil tömege, ami mögötte állt, átsegítette a céget ezeken a nehézségeken. Összességében mára már a világ több mint 30 országában használják a készítményt. Ez igazából talán nem annyira nagy szám, tekintve, hogy 205 ország van, amiből 193 független ország, a többi meg ilyen vitatott, meg hozzácsatolt terület, meg ilyesmik. Igazából ez a 36 év alatt nagyon szép eredmény. Tehát én azt gondolom, a teljesség igénye nélkül most már Európán kívül az Arab Emirátusokban, Kolumbiában, az USA-ban, Új-Zélandon, Vietnámban szintén jelen van a Lavilights. És hát megérdemli ez a terméksor, hogy lájkoljuk, mert hiszen erről szól az egész.
A Lavil alkalmazza a tudatosságot. És hogy milyen eszközöket használ ehhez, nem nagyon egyszerű eszközt, a természetben jelenlévő információkat. Azokat az információkat, amit amúgy is önmagában rejt. A növényvilág, az állatvilág és minden teremtett dolog ebben az univerzumban. Az információ az maga a tervrajz. Az a tervrajz az egyenlő az élet terve, amit hozunk magunkkal. Tehát ez az életterv létrehoz egy testet, amikor megszületünk. És amikor megszületünk, akkor egy egészen tökéletes, tiszta egység születik meg. Aztán, amikor végigmegyünk az életünkön, az nagyon más lesz, mint amit elterveztünk. Adódik a kérdés, hogyha az eredeti tervtől eltér az emberi lélek, akkor vajon boldog lesz-e? Ezek olyan tudatossági kérdések, amik visszatérnek hozzánk, rámutatnak, és rólunk szólnak. Hogy minden döntésünknek hatása van, és az érzelmeket vált ki, és ezzel létrehoz egy struktúrát. Ezeket a struktúrákat nagyon szépen nyomon követhetjük dr. Masaru Emoto, japán professzor hisztistájának a vizsgálatán keresztül. Nagyon látványosan szemlélteti, hogy különböző érzelmek milyen hatással vannak az emberi testre. Milyen hatással van a zene, különböző szavak, amelyek negatív vagy pozitív töltésű szavak, és innen igazából csak egy lépés adódik, hogy amikor arról beszélünk, hogy a testünknek nagy része víz, akkor milyen információt közvetítünk, ha az egyszerű sima vízkristály különböző szavak hallatára, szavaknak való érintkezésével, meg a zenével való érintkezésével ilyen gyönyörű alakzatokat, vagy éppen torz alakzatokat képesek létrehozni. A szeretet szó, a gyűlöllek szó, a köszönöm szó, a béke szó. Igazából itt a gyűlöllek szót érdemes lenne megnézni, mert ez az, ami egy különleges valami. Ez egy negatív szó, és nézzétek meg, hogy ezen a fotón igazából nagyon látszik egy emberi alakzata a közepén a vízkristálynak. Kialakult egy olyan valami, ami az emberre mutat. Ugyanis a természet önmagában nem képes gyűlölni. Egyedül az ember képes a gyűlöletre. És ez látszik is nagyon szépen ezen a fotón. Szintén még egy ilyen fotósor, ahol ugye ugyanezt lehet látni. Nézzük csak meg, hogy az előbbiekben ott voltak a zenék hatására létrejövő gyönyörű kristályok. Itt van a heavy metal zene. Ezt csak úgy elgondolkodtat engem legalábbis, hogy amikor a fiatalok koncertekre járnak, vajon milyen töltés, milyen rezgés vesz fel a szervezetük egy-egy koncert után, és mire képesek a koncert után. Én csak csendben hozzáteszem, hogy bizonyos sport tevékenységeknél is hasonló játszódik le. Amikor dühösen, izgatottan szívjuk a bírót, vagy nem tudom én, tehát ugyanez fog létrejönni a szervezetünkben, ugyanilyen alakzat nélküli, szétfolyó, jellegtelen lesz a vízháztartásunk. Itt is még van egy kis diasor, tehát lehet nézelődni közben. Tehát a víz, ugye azt mondtuk, hogy információt tárol. Eltárolja azt az információt, amit közlünk vele. És struktúrát hoz létre. Az emberi test nagy része egyébként vízből áll, ugye hát ez ugye 70%. És azt is tudjuk, hogy a bolygó 70%-a is vízből áll. Tehát minden olyan dolog, amit a földünkkel teszünk, akár a víz alatt, akár a földkéreg tetején, teljesen mindegy, ezek a rezgések a víz közvetítésével az egész bolygón szétterjednek. Gondoljatok csak a föld alatti atomrobbantásokra, a víz alatti atomrobbantásokra. Tehát ugyanez szétrombolja a struktúráját az óceánoknak és tengereknek. És hát az emberi vízkészlettel is ugyanezt tudjuk véghez vinni, hogyha folyamatosan egy boldog állapotban létezünk, akkor a belsőnk ezt megmutatja, mert kívülről ragyogni fogunk, szépek leszünk. Ha viszont folyamatosan letörtek vagyunk, morgósakká válunk, akkor azt a külsőnk is fogja tükrözni, bizony-bizony nagyon hamar megöregszünk. Nagyon elmélyülnek a vonásaink, és ugye
azt szokták mondani, hogy az egyik ember korábban öregszik, a másik későbben. Ez bizony a belsőtől függ, a gondolkodásunktól. Amikor ezeket a kreációkat használjuk, akkor az olyan, mintha az eredeti, születéskori, egészséges tervrajzunkra emlékeznénk vissza. Illetve hát ezek a rezgések, amelyeket be tudunk juttatni a labil termékek által a testünkbe, ezek erre visznek vissza bennünket, helyreállító információkat szállítanak egészen pontosan. Tisztítanak bennünket, és olyan információkat juttatnak a testünkbe, amit ugye a belső vízkészletünk aztán szépen átad a szerveinknek, és ezáltal jól és egészségesen és megfelelő mértékben fognak működni a szerveink. Hát hogyan is? Hogyan is van ez a labil? Felmerül a kérdés, hogy mit tud ez a labil, miért tudja azt, amit tud, hogy működik ez a készítmény. Én azt gondolom, hogy nem kell tudnunk, hogy hogyan működik a labil. Az a lényeg, hogy a tapasztalat, amit meg tudunk szerezni azáltal, hogy használjuk, az a tapasztalat pontosan elég. Az ember sajátossága, hogy mindig mindent meg akar magyarázni, mindig érteni akar mindent a körülbelül világban, tudni akarja mindennek az okát, keletkezését és a teljes folyamatát. Tehát a labil az működik úgy is, hogyha nem tudjuk, hogy hogyan működik. Egyébként sem tudhatjuk, mert hiszen ez egy védett, komoly szabadalom. De attól még, hogy nem tudjuk, működik és a tapasztalatok megvannak, tehát érezzük a testünkön, gondoljuk csak el, hogy szinte semmiről nem tudjuk, hogy hogyan működik. Nem tudjuk, hogyan működik igazából az atomreaktor, mégis létrejön a fúzió, a hasadás és elektromos áram keletkezik, amit aztán felhasználunk. Nem tudjuk, hogyan működik egy wifi, de amikor bekapcsoljuk, akkor veszi a jelet, és át tudja adni, és egyszer csak tudunk internetezni. Tehát igazából a tapasztalásra van szükségünk. Arra, hogy hogyan, arra pedig nem igazán. Mondtam, hogy a labil az egészség kozmetikája. Igazából ez a bölcs megállapítás, hogy az egészség és a szépség ikertestvérek, ez egy nagyon pontos megállapítás. Nem lehet szétválasztani őket, mert hogy a külső szépség az ugye belülről épül. Hogyha belülről egészséges vagyok, akkor ez meg fog látszani kívülről is. Ez a termékpaletta, amelyet megalkotott a honfitársunk, ez az egészséget, a szépséget hivatott szolgálni. A labil világa velünk van, minden egyes sejtünkben, a lelkünkben, a tudatunkban és a tapasztalatunkban. Nem betegségeket kezel, hanem a gondolkodásmódunkat változtatja meg, illetve azt segíti egy fejlődőképes állapotba hozni. A fújásokkal ezernyi és ezernyi információ jut be a testünkbe, és ezzel az egységünket tudjuk kezelni. Tehát azt, hogy vissza tudjunk állni az eredeti tervrajzunkra. Ez ugye hát egy polaritást hoz létre, a polaritás pedig, mint tudjuk, a fizikából vonzódást fog eredményezni. És amikor fújunk, bejutatjuk a rezgéseket, akkor ezek a rezgés minták érzéseket fognak kiváltani bennünk. Egy picikét csúszunk el akkor a fizika világába. A kvantumfizika álláspontja szerint az anyag pillanatnyi megtestesülése az energiának a világ mindenségben. Van egy nullpontunk, a tiszta tudattal indul minden, és a tiszta tudat létrehoz egy anyagot, valamit, ami átmegy folyamatokon, és egyszer csak materializálódik, és lesz belőle, mit tudom én, egy ház, vagy egy darab föld. Teljesen mindegy, hogy mi. Protonokból, neutronokból, elektronokból apró húrok képezik a kvarkokat. Ezek együttesen membránokat fognak alkotni, és ezek a rezgő buborékok, amik amúgy időnként, tehát össze-vissza csellengenek a térben, időnként egymáson is áthatolnak, és amikor ezt teszik, akkor jön létre az idő, a tér és az összes többi dimenzió. Tehát ezek a fizikai leképezéseken ez azért nagyon szépen meglátszik. Bár ez egy hétköznapi ember számára nem igazán olvasható, legfeljebb gyönyörű kép. Ugye mi nem vagyunk ennek tudósai, úgy, mint Richard Feynman, aki egy amerikai Nobel-díjas elméleti fizikus volt. Nekem nagyon tetszik ez a roppant egyszerű lényegre tőle megállapítása. Ő mondta, hogy a világunk abban az értelemben olyan csodálatos, hogy a csillagok ugyanazokból az atomokból állnak, mint a tehenek, mint mi magunk, vagy a kövek, vagy bármi ezen a földgolyón.
ő már sajnos nincs közöttünk. A lavilban megvan minden rezgés. Hogyha tudatában vagyunk a problémánknak, akkor már tudjuk a megoldásokat is. Tehát tudunk valamit elkészíteni az elménkben, a lelkünkben, amiből ki tudjuk magunkat rángatni. Ebből a nem kívánatos állapotunkból, a problémánkból. A lavilt nem elég csak néhányszor fújni. Nem elég néhányszor fújni, mert hogyha csak néhányszor befújjuk, mondjuk reggel, délbe, este, az azt jelenti, hogy a saját magamtól veszem el a felelősséget, mert rábízom a lavírra, hogy majd annak reggel, délbe, este egy-egy fújással hatnia kell. Nem fog hatni. Mert a lavír nem így működik. A lavír a saját felelősségünket támogatja. Azt a döntést, hogy ha már a kezemben van ez a rezgéstartománnyal rendelkező termék, akkor az fújja. Annyiszor és úgy, ahogy kedvem tartja. Aki már tud a vizen járni, annak nincs szüksége ezekre a termékekre. Én azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak ezen a földön, akik tudnak a vizen járni, így aztán mindenki más számára ez a termék szabályos és tökéletes úszóhúny. A saját felelősséget nem tudjuk kihagyni a játszmából, tehát mindenféleképpen kellünk mi is ahhoz, hogy meggyógyuljunk, de ezt a terméket segítségül tudjuk hívni, mert egyetlen egy termék jelen pillanatban a világban, amelyik ilyen magas fokon képes rezgéseket bejutatni az emberi szervezetbe. Ezek a kreációk támogatnak, segítenek fókuszálni, a fókusz pedig abban segít, hogy növekedjünk. És hát most akkor a termékekről beszéljünk egy kicsit. A lavil terméksorban lévő rezgések egy belenövő, növekedő, majd a növekedés után a megértés szakaszában egy kibontakozás segítő rezgés minták halmaza. Tehát az életérzés, ami a lavil termékek használatához kapcsolható, az a növekedés, a kibontakozás. Felhasználhatósága gyakorlatilag a fájdalom csillapítástól a helyreállításig bármi. A lavil termékek azt üzenik, hogy érezd jól magad mindig, mindenhol, bármikor, minden körülmények között. Az aurikum és ennek a szenzitív változata egy alap termék, természetesen egy alap mintázattal. Ez azért érdekes, mert egyrészt a legmagasabb 963 Hz rezgésen rezeg, ami a koronacsakrával megegyező rezgésszám. És azért egy alapkészítmény, mert általánosan tartalmazza mindazt, amitől a lavil termékeket valamikor a megalkotói létrehozta. Minden olyan mintázat benne van, ami képes arra, hogy támogasson bennünket és felemeljen. Akár a döntéseinkben, akár pedig az egészségünkben. Mindenre, ami pedig speciális terület a testünkön, arra vannak speciális termékek. És ilyen például a Lavil 32. A Lavil 32 ez a fog ápolására készített termék. Ugye 32 fogunk van jó esetben. Nagyon sokan tudják azt, hogy az emberi testben meridiánok, energiapályák vannak. A tradicionális kínai orvoslás szerint erre épül fel a testnek az energia mezeje. Erre épülnek fel a különböző kezelések ezekre az energiamezőkre, és ezen keresztül tudjuk helyreállítani a megromlott vagy elbillent egészségünket is. Azt viszont már sokkal kevesebben tudják, hogy a fogakban megvannak a szerveinknek a végződései. Gyakorlatilag a fogak állapotából pontosan fogjuk tudni, hogy milyen állapotban vagyunk. A fog nem fáj véletlenül. Tehát önmagától egy fog nem fáj, az ahhoz kapcsolódó szerv jelez. Ugyanúgy, mint ahogy a fájdalomcsillapítás a testünkből, ami jön, bármikor jöhet, az is mindig egy adott konkrét dolognak a jelzése. Általában egy fájdalom megjelenésénél ott fáj, ahol gond van. Hát ez a fogaknál is ugyanígy van. És ezen keresztül aztán elindulhatunk teljesen az egész testhez. Tehát ez a készítmény képes olyan dolgokra, amire specifikusan ugye készült. Ilyeneket tud, hogy napok alatt lepattogtatja a fogköveket, mindenféle gyulladást tökéletesen helyreállít, a fogínyvérzést teljes egészében helyre tudja rakni, úgy, hogy közben megerősíti az int, sterilizál, szaktalanít, baktériumot öl. Még
a régi tömésekből, akinek van a fogában, ezeket a régi töméseket, még azokból szivárgó nehéz filmeket is meg tudja kötni, magához tudja vonzani, és ki tudja vinni a szervezetből. Tehát, hogy az sem okoz nehéz filmlerakódást a szervezetben. Tehát egy ilyen mintázatsor van benne, ami pontosan azt támogatja, hogy a száj higiénia, a szájnak az egészsége tökéletesen helyreállhasson. Van egy labil limf nevezetű termék, ugye mit jelent a limf? Nyirok. Nyirokrendszer, tehát egyértelműen ez a nyirokrendszernek a karbantartására készül. A szövetek méregtelenítését és az immunrendszer optimális működését biztosító permet. Tudjuk, hogy mozgásszegény életmódot folytatunk. Tudjuk, hogy ennek a következményei elég súlyosak, tehát nagyon sok embernél a mozgás kimaradásában rengeteg nyirok probléma kezdődik. Legjellemzőbbek általában, amikor dagad az embereknek a keze lába, amikor ödémás területek képződnek a testen. Hát ez mind a nyirokrendszernek az elégtelen működéséből adódik. A nyirokrendszerhez tartozik a szeretet, a boldogság felé való elmozdulás, és ez a termék ebben is támogat. Tehát érzelmileg ezt az oldalt támogatja meg, ugyanakkor rendkívül magas hatásfokkal egyfajta folyamatos, egyenletes keringést biztosít a szervezetben. Természetesen a labil terméksornak is vannak tisztító kozmetikumai, hajápoló, testápoló és lustfürdő, amely szintén a speciális összetételénél fogva a mindennapi tisztálkodásnál egy rendkívül nagy segítség a testünk számára. Labil nose, hát ez az orr, az orrüreg ápolására kifejlesztett készítmény. Minden, ami ezen a területen, tehát az orrunk környékén adódhat, arcüreggyulladás, homloküreggyulladás, orr, akár fülgyulladás, tehát ezek mind kezelhetők ezzel a készítménnyel. Nagyon-nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan tudja tolerálni az allergiát is. És természetesen ennek az adagolása is speciális, tehát igazából azt tudom erre is elmondani, mint az összes többire, hogy akkor is úgy használjuk, ahogy érezzük. Egyetlen titka van ezeknek a termékeknek a használatához, hogy sohasem szabad egyszerre sokat fújni belőle. Nem érdemes ugyanis sokat fújni, mert nem tud felszívódni a szervezetben. Mindig csak egy-két fújásnyi elegendő, és az tökéletesen ellátja a bent lévő sejteket azokkal a rezgésekkel, amire szükségük van. Viszont ez az a felelősség, amiben mi is tudunk a labillal együttműködni, hogy naponta többször, és tulajdonképpen ahányszor csak eszünkbe jut, használjuk ezt a csodálatos készítményt. A Laviló, ez egy ajakbalzsam, ami a mindennapi ajakápolásra készült. Ma már a korszerű életvitelünkben nem kell szőlőzsírt használni. Elég egy ilyen kis balzsamból minden nap ápolni a szájunkat, szintén többször végig törögetni, mert olyan rezgésmintázatok vannak benne, amelyek megelőzik azt, hogy kijöjjön bármilyen herpesz. Tehát egyszerűen nem is tud létjogosultsága lenni a herpesznek a labiló balzsam mellett. Kontúrozzák az ajkakat, ami azt jelenti, hogy picit megemelik. Nem nagyon, nem látványosan, de szépé teszik, kisimítják a bőrt. Tehát olyan bőrápoló anyagok vannak benne, hogy a száraz, összeszáradt ajkak is gyönyörűen kisimulnak. A Lavilolin, ez egy kúp formájában előállított termék. Ugye nyilván a kúp az már eleve rámutat arra, hogy hol használunk kúpot. Minden olyan terület, ahol a kúpot használhatjuk, és minden olyan probléma, amely ezeken a területeken nőknél és férfiaknál egyaránt adódhat, ez a termék képes kezelni. Nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan, rendkívül erős gyulladás csökkentő hatása van, és a rendkívül magas a baktériumölő képessége. Az Exiol SC a következő termék, illetve ez egy komplett termékcsalád, amely az Exiol névre hallgat, de az első termék ugye belőle az Exiol SC. Ez egy 639 Hz-en rezgő készítmény, ez a szívcsakrának a rezgése, minden érzékszervet megérint. Ez a terméksor egy ilyen megérintő, hozzám szóló, egy ilyen, mondhatnánk azt is, hogy maga a szeretet. Mert hát ugye a szépség azok, az, és az egészség azok ikertestvérek, ugye erről beszéltünk. Tehát ez a szeretetre
próbál bennünket visszaterelni a szeretet érzésére. A bőrre alkalmazható az összes készítmény nőknek, férfiaknak természetesen egyaránt lehet használni. Vannak szemápolók, szemkörnyékápolók, amely nőknek is és férfiaknak is külön készült. És ez a megérintő, megnyilvánuló szeretetrezgéseket juttat be a szervezetünkbe. Igazából, ha csak fizikai nyomokat nézünk a bőrünkön, mondjuk vegyünk egy egyszerű műtéti egget, hogy ennek a bőr természetes megújulása során mondjuk 7 évente el kellene tűnni a bőrünkről. Tehát, hogy mennyire összefügg a szervezetünk és a bőrünk állapota, hogyha nem tűnik el egy műtéti heg, mondjuk még évtizedek múlva is látható, akkor az valószínűleg azért van, mert igazából féltünk miattól a műtértől. És az a félelem, az megteremtette ott a maradékát, a látványát. És maradandó lett a heg. Ha viszont úgy megyünk egy műtétre, hogy ez elkerülhetetlen, ez nekem szükséges, sőt, én még ebből jól is jövök ki, mert hiszen egy helyreállító dolog történik a testemben, akkor annak nem fog heg maradni a helyén. Tehát ezek a hegek viszont eltűnnek. Viszont tapasztalataim szerint tudunk olyat is, illetve láttunk olyat is, hogy bizony gyerekkorban keletkezett imlő foltokat, tehát a bőr hiányt a bőrön, amikor akadt az üregeket, ez az Exiol készítmény gyönyörű szépen befoltozta. A Solvil a következő termékcsalád, hát ezekről azt kell tudni, hogy speciálisan a szervezetünknek a méregtelenítésére készültek. Nagyon speciális mintázatok vannak benne. Ami érzelmileg ide tartozik, az egyfajta tisztázó, majd a tisztázást követően egy összekötő, összekapcsoló rezgés mintázat. Tehát érzelmileg ez az érzelmi csoport kapcsolható a Solvil termékekhez. Amikor megtörtént a méregtelenítés a szervezetben, akkor megtörténik automatikusan az elengedés is, hiszen ennek a terméksornak az a lényege, hogy az egyikkel föllazítjuk, a másikkal pedig kivisszük a nehéz fémeket, a felhalmozódott nehéz fémeket a szervezetünkből, kivisszük, vagyis elengedjük. Tehát megengedjük a testünknek, hogy kiüríthessen. A Hevil mintázatok, a következő termékcsoport ugye a Hevil, tehát ezek a mintázatok egy kombináló, izgató rezgést tartalmaznak. A Hevil Impulse, ez egy juice, amelyet inni kell. Tehát fel kell higítani, inni kell napi szinten. Rendkívül jól hidratálja a szervezetünket. Tehát használhatjuk arra is, hogyha mondjuk egy olyan nap előtt állunk, amikor nem lesz módunkban sok folyadékot fogyasztani, akkor ez hidratálja a szervezetünket, nem engedik, hogy vizet veszítsünk olyan mértékben, hogy szomjazzunk. És tökéletes elosztást végez a vérrendszert felhasználva az egész emésztőrendszerünkben. Az emberi testben egy nagyon okos, ügyes, szimbiotikus egység dolgozik, gombák és mikroorganizmusok együttese. Az az életérzés, amit ez a készítmény, amikor megisszük, ez bejuttat, az, hogy hagyom élni, ezért én is kapok valamit cserébe a vérrendszeremnek a mikroorganizmusától. Ami az ember és a saját mikroorganizmusa között van, az a bizalom. Az egy tiszta bizalmi állapot. Megbízom abban, hogy jól működik a testem, és vice versa megbízik abban a testem, hogy jól ápolom, jól viselem gondját. A táplálkozáson keresztül borulhat föl ez a finom egyensúly, hogy mit eszem és mit iszok. És hogyha bekövetkezik egy ilyen, akkor bizony érzékelhetjük azt a vérrendszerünkben, mert abban a pillanatban jön a diszkomfort érzet, a problémák, és hát a Hevil erre hivatott mintázatokat rejt. Az Edlib, ez a férfiak számára készített speciálisan összerakott mintázat. Igazából nagyon fontos, hogy megvédjük a férfiak egészségét is, hiszen ők azok, akik a hátukon cipelik többnyire a családnak a terheit és gondjait, és bizony ez korai kiégéshez vezethet, amely árt az ő férfiasságuknak. Tehát ez a termék erre tud megoldást nyújtani. A Hevil 3.i, ez a harmadik szem, tehát ez azt jelenti 3.i, harmadik szem, elég magas rezgésű termék, és abban különbözik minden mástól, hogy ezt ugye a szájba permetezzük. Tudjuk, hogy a szájban van
a nyálkahártyámban a közvetlen véráram, tehát abban a pillanatban ott fel tud szívódni, és azonnal ki tudja fejteni a hatását. És mivel túlságosan közel van a fejünkhöz, abban a pillanatban egy oldott, nyugodt fizikai állapotot hoz létre, megemeli az energiaszintünket, és óriási erővel vetjük bele magunkat az előttünk álló feladatba. Tehát ezt ott használjuk, és akkor, amikor el szükségünk van, hogy egy plusz energia löketünk legyen. A pentil a következő termékcsoport. Ez jelen pillanatban két termékből áll. A pentil heart, ez a szív védelmére készített készítmény. Egy áramló, vigasztaló érzés kapcsolódik hozzá. Akkor használjuk, amikor, hogyha az érzelmeinkbe fejezzük ezt ki, akkor használjuk, amikor rossz érzéseink vannak, valami megkeményedett fájdalom van bennünk, valami olyan szívben érezhető érzés, ahogy elárultak, becsaptak bennünket. Tehát mindenféleképpen ilyen negatív érzéseket érzünk. Akkor ugye a szív valamilyen szinten nem a normális rezgés számon fog működni, és ez ugye nyomokat fog hátrahagyni. A kreáció az összetevő rezgései segítségével megszólítja azt, aki ezt használja, tehát ezek tabletták egyébként, kihozza a rossz érzésből, és ha már meghoztuk a döntést a problémánkra, akkor új útra indulhatunk. Tehát segít abban, hogy új útra lökjön bennünket. Tehát a Pentil és a Solvil, az előbb említett méregtelenítő termékcsalád együttesen képes bennünket a szívünket érintő összes problémából kihozni. Mert hát egyértelműen egy ilyen nagyon, a kettőnek egy ilyen fúziós hatása van, úgy mondjuk ezt a szinergikus hatás, egyik erősíti a másikát többszörösére. Az életünk folyamán a megbocsájtás és a szeretet az a legfontosabb érzés, ami kellene, hogy ott legyen. Tehát egy ilyen rossz, szívbéli rossz érzések mellé, tehát ez a 639 Hz-en rezgő termék igazi megoldást nyújthat. Ne csak akkor szedjük ezeket a tablettákat, amikor a szívünket akarjuk megvédeni, hanem akkor is, amikor a megbocsájtásra várunk. Tehát amikor már valamilyen probléma fennáll, de szeretnénk abból kilépni, tovább lépni. Jó, tehát felemeli a rezgés számunkat, és ilyen formán tud segíteni. A következő az Aurelium nő. Ez is tabletta formájában létezik. Az egyik alkotó eleme a kék alga. Azért kék színű. Ehhez a kreációhoz kapcsolható a lelkesítő, a megoldó, az egyszerűen csak lenni érzés. Tehát ez egy ilyen emelkedettebb rezgést fog létrehozni a szervezetünkben. A homlokcsakra szintjén a leghatározottabb a rezgése, tehát ez a 852 Hz, és ez a készítmény oda fog koncentrálni. Ez egy felemelő, igazán kirobbanó érzés. Tudati szinten a dimenziók üzenetét hozzá. Tehát egy energiával telített, olyan állapotot hoz létre azoknak az elbeszélései alapján, akik ezt használták, hogy én most már mindent elbírok. Tehát ide nekem a medvét is, mert most már minden problémámon át tudok menni, minden problémámat meg tudom oldani, és olyan energiaszinten van, ami nekem jó, hogyha kitart az előttem álló feladatokhoz. Tehát a hangulat fokozására használjuk, egy ilyen felemelő termék. Hogyha valahol valamilyen cél érdekében plusz energiára van szükségünk, akkor használjuk és szedjük be. Erre is ugyanaz igaz, mint az összes többire, hogy nem 3x1, hanem hogyha úgy érzem, akkor bizony 3x helyett beszedhetem kétszer is, de akkor szedjek alkalmanként akár 3-at is. Pontosan annyit, amennyit megérzek a testemben, hogy az én problémámhoz 1, 2, 3, 4 szemre van szükség. Tehát ez minden egyes navértermékre igaz, tehát ezt nem győzöm mindig elmondani, mert ez egy nagyon fontos dolog. És hát itt van a Coming Soon, ez egy meglepetés termék, ami hamarosan fog érkezni. Nem tudjuk még, hogy mi lesz ez egy új termék, izgatottan várjuk, mert hogyha most így végigtekintünk gondolatban az előző terméksorokon, már ezek is elég durranásszerű dolgok voltak. Igazából mindegy is, hogy mi jön, az a lényeg, hogy valami durranásszerű nagy dolog fog megint ide
jönni ebbe a terméksorba. Nagyon szeretem a Star Wars sorozatot, az egyik nagy kedvencem, és egy vicces idézetet választottam a végére. Illetve hát nem is idézet ez, hanem egyik kedves figurám, ez a Jar Jar Binks nevű kis űrlény, aki egész furcsán beszélt a filmben, hogyha emlékeztek rá. Ha sürge nem törődözöl az egészség, akkor lesz ijedezés, meg lesz kampeca. Tehát én ezt kívánom mindenkinek, hogy gondoljon az egészségére most, időben, mert később aztán meg fog ijedni, vagy még talán kampec is lesz belőle. Köszönöm szépen!